Gyertek, libuskáim! Pözsike! Aha, és ott galocsasz egy! Ott kimett, tudod, ki tudtok. Ja, jött a izélni, menjetek át a hatoson. Ügetőn csak egy galocsári, köszönöm. Princinek már mehet annyi bőven. Ja. Hogy menjenek oda ki, és akkor tudnak szépen egy galocsaszt menni. Ügyessen! Csak lukak vannak, azért nem trappolnak itt be. Ott meg nagy fát vágnak, azért nem tudtak kimenni a hatos fele. Nem, hát akkor mondanám, hogy megfordulunk mi is, ami lesz is. Hát ha szólok, hogy forduljon, akkor nektek is szólok, egyértelmű. Meg mögétek beállt! Nem is tud, már orosz. Nem tud. Kazakul tud. Ürmény. Örmény. Ürményi díj, ez örmény. De nem, oroszlány vagy ukrán, vagy nem tudom ki. Micsoda. Menjetek, drágáim. Mondom neki oroszul, hogy majd cserélünk kezet, erre azt mondja, hogy speak English, angolul beszélje. Ha mondom, orosz vagy, baszod. Hát nem tudsz oroszul. Hát ezt nem is értem. Az is jó, iszik, ne aggódj. Hát nem tud oroszul, az orosz. Hát ezt nem is hiszem el. Lányok, túloldalt megfordulunk! Valahol. Mennek ezek is, mind a kozákok. Jó. Menjenek, így van, tanuljanak, kis utakon át, nagy kerülő, mindent csináljanak. Csikóknak az kell. Vették a lapot, és meg is fordulnak. Intelligens kis brigádomban. Ügyesek. Dobzse! Yeah. Ne rozumíš parusky? Rozumíš, ne? Gavariu. Malenčky, malenčky. Dobre, no. Rozumím. OK, English, English. Csak ért oroszul. Persze, hogy ért, csak nem érti, amit én oroszul mondtam. Mert igazából azért van különbség a cseh és az orosz közt, ez jó volt. Ne, angolul. Nem értesz oroszul. Értő. Orosz másám. Jó, most el lehet gagyogni. Pardubicéban ezekkel voltunk. Ajde! Ez az, látod? Nagyon egyik. Na menjetek, drágáim, lerakom.